Na hát, kezitlábát sokan mindenkinek, képzeljétek el, srácok, a metrón találkoztam egy idomított majommal. Sokáig gondolkoztam, hogy milyen jelzőkkel illessem az adott emberek, nem nevezném, inkább élőlényt, és ez az idomított majom volt a legjobb jelző, amit ki tudtam találni így több óra gondolkodás után. Sztori annyi volt, haverommal mentünk haza, ez egy szombati nap volt, délután 2-3 óra fele lehetett, keletinél felszálltak a 2-es metróra, Örsfele mentünk, és velünk együtt felszállt egy ilyen, hát egy egyedi srác, tudjátok, kivágott nadrág a térdnél, Converse cipő, de szoknya nem volt rajta végül is, és nem is az így feltűnt, hogy nagyba néz engem. Mondom, jó van, nem fogok izélni, hadd nézzen. A gyerek ment egy megállót, és így egy ajtónyira volt tőlem, mert mi ültünk, és akkor így folyamatosan így nézegetett oda. Mondom, nem tudtam igazából, hogy mit akar. Akkor puskásra, nem tudtam, hogy leszáll, gyerek még ott állt, megállt a metró, mindjárt nyitja ki az ajtót, én akkor így ránézek, hogy most végül is mi van. Leszáll, oda jön mögöttem az ablakhoz, mert mi ültünk, és elkezdi csapdosni, közben hát elég érdekes jelzőket használt, trágárul beszélt, és hogy menjek ki, rendezzük le a dolgot. Értitek, nézett engem, visszanéztem rá, és rendezzük le a dolgot. Rocky Balboázzunk egyet. Nem értettem a srácot, mert én meg siettem haza, így nem volt időm ilyen nyomorultakra, pedig, hogyha visszajött van a metróban, én szívesen lerendezem vele a dolgot, de valahogy ahhoz már nem volt elég intelligenciája, szóval lehet, hogy még az idomított majom kifejezéssel érdemli meg inkább csak a majmot vagy a bohócot. És hát, hogy miért hoztam fel nektek ezt az egész sztorit? Hát azért, hogy milyen világban élünk, mert ezzel nem az a bajom, hogy velem történt meg, mert odajön, én verekszem, meg tudom védeni magamat, hát járok edzeni, több évig karatéztam, jöjjön csak. De ez az a baj, hogyha az ilyen barmoknak, mondjuk egy 10 éves gyereknél kattan az agyuk, és a gyerek meg éppen egyedül megy haza az iskolából, és őt verik szét. Hát bazd meg, ez már azért nem gyerekjáték, gyerekek. Szóval nagyon vigyázni kell, mert rengeteg a hülye ember, és még részegnek se tűnt a gyerek. Egyszerűen csak zizi bekattant. Tehát, hogyha kisebb vagy, vagy nagyobb vagy, csak nem tudod magadat megvédeni, inkább kerüld el az ilyen incidenst, úgyis nagyon valószínű, hogy meg fog találni valami hasonló, akár most, akár 10 év múlva, de próbálj meg nem balhét csinálni belőle, én sem akartam balhét csinálni, nekem jön, jöjjön, rendezzük le a dolgot, de pont ez készít ki, hogyha ezt megcsinál mondjuk akár egy lánynál, vagy egy nőnél, vagy egy 10-12 éves gyereknek, aki nem tudja magát megvédeni, mert a csávó meg volt 17-18, az nem egy jó dolog. Hogyha esetleg ez a srác nézni a videómat, akkor a leírásban megtalálja a Facebookomat, szívesen megbeszélem vele, hogy hol rendezzük le a dolgot. Várom, hogy írjál, kis idomított majom barátom, de akkor inkább igen a magamfélékkel kezdjél ki, ne a gyengébbekkel. Mert szinte biztos vagyok benne, hogy gyengébbekkel is ki fog kezdeni, hogyha nem ez, akkor másképp ilyen idegbeteg majom. Mert hát belegondoltok, mondjuk én felnövök, lesz fiam, és nem tanítanám meg bármilyen önvédelemre, és egy ilyen majom belekötni, és szarrá verni, és kórházba kerülne. Picit ebbe gondoljunk már bele. Szóval ez nagyon gáz dolog. Igazából ez a videóban csak ennyit akartam nektek elmondani, szóval vigyázzatok magatokra. Ha van rá lehetőségetek, akkor kezdjétek el valami harcművészetet vagy önvédelmi mechanizmus megtanulni, mert mai világban tényleg kell. De az is voltam. Csá-csá.